Nem tudhatom, hogy másodikáig mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyöngy ága, s remélem testem is majd a földre süpreged. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyó, a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit jelent a térkép? Gyárat, s vadlaktanát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szellit tanyát, az gyárat lát a látsa, és szántok földeket. Vigyél a dolgozók is, ki dolgáért remek. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírokat. S mi föntről pusztítandó, vasút vagy gyárüzem, az bakter az, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor helyen. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, csókok íze számban, hol mész, hol áfonya. S az iskolába mennén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én itt a kő, de föntről a kő se látható. Nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. Tíz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol, s miként. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, s csepszokók, akikben megnő az értelem. Világít bennünk, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelent nem így hazánkra újból a béke újja. S foltott szavukra, majd a friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyad a borizsdánk, virrasztó éjjük bennek. Sok szeretettel köszöntöm szavazatunkon a végzős tanulókat, szüleiket, hozzátartozóikat és minden kedves vendégünket. Ünnepségünk műsorát Szabó Flóra, 9 C-osztályos tanuló versenyzőjét nyitotta meg. Az elkövetkezendőkben iskolák énekkarát láthatják, hallhatják, valamint elmondták a 9 C-osztályos tanuló mondását. Hangszeren közreműködik Fehér Gábor tanár. Szólót éneket Fodor Alexandra és Molnár Virág. A szereplők felkészítését segítette Fehér István, valamint Fehér Gábor tanár. Mobiltelefonjaink átnémítását követően kérem, fogadják szeretettel az előadókat. Thank you.
De jó lenne jókat lenni. De jó lenne jónak lenni. Mindig, mindig csak szeretni. Lelkem szállna, mint a lelke. Olyan könnyű lenni lenne. De jó lenne jónak lenni. Csak a szépet észrevenni. Nem félni, s nem remegni. Mindig, mindig csak szeretni. De jó lenne jónak lenni. Aned Istent megkeresni. A lábához kugorodni. És az igét befogadni. De jó lenne, de nem lehet. Farkasok közt nem élhet meg. Aki bárány, aki balga, megrohanja azt a falka. Megrohanják, letekerik, mert a jót itt nem szeretik. Lelkünk fáradt, szívünk remeg. Nincs közöttünk, aki szeret. Gyilkosságot, fegyver átok. Miért sújtja a világot? Szeretni könnyebb lenne. De jó lenne jónak lenni. Egymás kezét megkeresni. És a gonosz mindörökké eltemetni, elfeledni. De jó lenne jónak lenni. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Jézus érettségi előtt,
illetve után álló diákjainkat, szüleiket, hozzátartozóinkat. Mivel intézményünk életében, így a diákjaink itt eltöltött éveiben, és ez a legnagyobb szabású rendezvényünk, semmiképpen nem szerettük volna elhalasztani, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy a rengeteg probléma, akadály és nehézség került elénk a biztonságos és megfelelő színvonalú ünnepség megszervezésében. Ezt nyilván otthon is, diákokon keresztül átélték. De ami fontos, itt vagyunk. Ha nem is teljesen, de a nagy többség együtt tud ünnepelni a fiatalokkal, és láthatjuk őket így együtt. Sajnos az előző évfolyamban és évfolyamnak ez nem adatott meg. Az előző tanévben teljes egészében elmaradt a szalagavató. Ezért örülök annak a felkérésnek, hogy az előző évben érettségizettek közül, akik most is intézményünk tanulója, ünnepi körülményei között vehessék át osztályfőnöktől szalagjaikat. Fontos, hogy bármennyire is kinyújtta magát, egy diákrendezvényről van szó. És én meg is hagynám nekik, jöjjenek ők, mindössze egy rövid köszönetet szeretnék mondani. Az iskola vezetőjeként talán egy kicsit beszélhetek diákjaink nevében, és velük együtt én is megköszönném gyermekeik, és ezzel együtt az iskola áldozatos támogatását, nem csak ezen a rendezvényen, hanem évek óta. A szalagok várományosai pedig tegyék meg kivétel nélkül ezt személyesen a szüleik felé. Köszönjük a sportcsarnok vezetőinek, munkatársainak a felújított helyszín biztosítását, ünnepi berendezését, az ünnepi élő bonyolításának segítését. Köszönjük a kollégáink segítő munkáját, és kiemelve a végzős osztályfőnököket, akik fáradtságot és nehézségeket nem ismerve, vezették osztályokat eddig a napig, valamint vezetik az elkövetkezendő vizsgák végzetét. Fontos megjegyeznem, hogy a 12. évfolyamosoknak a képzés vége és a szakmai vizsga egy évvel később lesz, azaz a szakmai képzésük eszenciáját a következő tanévben kapják meg. Kérem, fogadják a műsort olyan szeretettel, ahogy készültünk, diákjaink készültek rá, fürödjenek az ünnepi, sokszor reményeim szerint megható vagy tréfás pillanatokban. A főszereplőket kérem, amennyire lehet ne izguljanak, hisz tudjuk jól, mindenkinek a tánc a vérében van, reméljük, ma végre leég a lábunkat is. Senki nem fog kritikát megfogalmazni tánctudásunkra, és semmiképpen ne tegyék a tánc partnereikre se, úgy, mint szegény fiúra, aki tánc közben szerelmesen bevallja. Mielőtt megismertelek, merő sivatag volt az élete. Mire a lány? Akkor biztosan azért táncolsz úgy, mint egy terve. Öröm számomra, hogy Kiki hozzá tudta tenni tudását, tehetségét a mai naphoz, legyen az egy zene megszerkesztése, a meghívó tervezése, ruha elkészítése, filmforgatása, hágása. A végzősök pedig, ugyan tudjuk jól, hogy sok munka vár még rájuk, a sikeres és remélhetőleg szép eredményekkel záruló vizsgákig, fogadják gratulációnak az eddig elvégzett munkáikért, a rövidesen a szívük fölé tűzött, az iskolához tartozás jelképét jelentő szalagjaikért, melyek bátran viselnek az Icsi iskola szellemében. A mai nap szóljon az ünnepről, az ünneplésről, így nekik is és minden kedvesen mindenkinek kívánok a szórakozást. Köszönöm szépen! Kedves vendégeim! Szalagavatók ünnepi pillanatai következnek. A végzősöknek osztályfőnökük felküzdi a szalagot. Mivel az elmúlt felében a Covid-járvány miatt nem tudtunk szalagavatót tartani, ezért a 13. évfolyamosain is most veszik át a szalagot. Elsőként a 13. évfolyamos hallgatóinak tűznek volt osztályfőnökük. Kívánják a tanárt, hogy meg tudom felállni. Listening to the wind of change, another summer night.
diákok szakmát 5, a kerámikus szakmát 3 fő választotta. Most szárfőnökük Tóth Béla tanáról. Thank you.
középszintű írásbeli vizsga 2021. november 26-18 óra. Ja, ez nem a beszédem. De? Éves. Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a remélhetőleg szép estén. Vannak tanárok, akik még nagy ünnepek idején is csak megszokott szövegükkel fárasztják a végtelen diákokat. Így vagyok ezzel én is. Még a szalagavatós beszédet is csak egy történelem eszély formában tudom elképzelni. Csak hogy ezt a hosszú eszélyt, mindenki tudja, hogy az 30 óra megadott témáról, mostanra nekem kellett megalkozni. Lehet, hogy egy kicsit hosszabbra sikerül. Ezért aztán valószínűleg a végén nem is kapok meg pontot. Először is nézzük a feladat leírását. A feladat a magyar történelemhez kapcsolódik. Mutassa be a források és ismeretei segítségével, milyen időbeli előzményei vannak a szalagavató szokásának. Szövegében utaljon az ismert ókori kínai filozófus Lao Tse könnyen érthető művére, az Úti és Erény könyvére. Utaljon a forrásban található erény szó és az arány, valamint az arany szavak alaki és jelentésbeli hasonlóságára. Eközben lássa el okos, megszívlelendő tanácsokkal a 2018-22-ig a kaposvári Szicsi Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, hogy is hívják most már, járó 12 C-osztály végzős tanulóit. Eszéjének végén pedig említse meg Petőfi Sándor 1847. márciusában írott versének a nép nevének néhány sorát. Íme a feladat megoldása. A szalagavató hagyománya a 18. század végére nyúlik vissza. A Selmecbányai főiskola hallgatói tanulmányai végeztével szalagadhattak iskoláitól. Ajándékul és emlékeztetőül. A diák élet arany napjait ez választotta el a felnőtt élet nehezebb időszakától. Az aranybányászat jelentős szerepet játszott Selmecen. Aranyszavú talán nem véletlenül bizonyos alapbeli hasonlóságot mutat erény és arány szavainkkal. Ha meggondoljuk, éppen a szavak által jelölt dolgokra lenne szükségünk ahhoz, hogy életünk kellemesebb és tartalmasabb legyen. Élményekkel bearanyozott napokra. Semmiképpen se vírusra, maszkokra és távolságtartásra. Erényes emberekké kellene lennünk, csak emlékeztetőül mondom, vagy nem tudná, hogy az erény jelentése pozitív, jó tulajdonság. Valamint igen jó lenne, ha megtalálnánk a helyes arányt a kötelességeink és a szórakozással eltöltött idő között, a helyes arányt abban, hogy mennyire lesz fontos számunkra saját egónk, és mennyire lesz az a közösség, ami minket fölnevelt. Megtalálnánk azt a szinte megfoghatatlannak tűnő helyes középutat, amiről a kínai filozófus Lao Tse időszámítás előtti 6. században a következőt írta. Túlzásban bárki könnyen eshet, középen megmaradni nehéz. Vagy, ugyancsak tőle idézve, aki tölci nőtig, jobb ha elő abba hagyja. Aki túlére sefel, kése élét kicsorbítja. Arannyal égővel teli kamra, megőrizni senki sem bírja. Kincs, kők, rang egyszerre, mekkora szerencsétlenség. Alkotni, adni, majd visszavonulni, ez az égi bölcsesség. Erről a két utolsó sorról jut eszembe, hogy szerintem a jó tanár is pont ilyen. Alkotni, adni akar, de aztán átadja az életterepét azoknak a tanítványainak, akik tanításait megszűnnek. Az előbb szó volt Selmecbányáról. A magyarosok jól tudják, hogy a 15 éves Petőfi is tanult egy évet az itteni evangélikus líceumban. Szalagot ugyan nem kapott,
hiszen tovább sodort az élet, de az arany bányászatának költői képe feltűnik egy 9 évvel később írt versében, a Nép nevében címben. Így. Mit ér csak ekér szólni, tapánya, kéziskelnék, mely a földet kihányja, amint feltűnik az arany ere, s e kéznek nincsen semmi érdeme? Természetesen a költő nem biológiai értelemben használja az arany ere kifejezést. Azt akarja mondani, hogy az igazi értékek felszínre hozóinak munkáját nem igen jutalmazza a nagyvilág. Vajon tanáraitok értékfeltáró tehetségeteket ápoló munkáját jutalmazza-e, értékelje? Nem nagyon. De ti jutalmazhatjátok azzal, hogy értékes életet éltek. Köszönöm szépen! Thank you.
kedves diákok, tennének, kollégák, az iskola összes dolgozóját köszöntöm. Kedves osztály! Alig hittük, hogy ez is eljöhet még. Végre, itt vagyunk. Itt vagytok, a fecskés után a második olyan középiskolai eseményen, ahol ti vagytok a központ, ti vagytok a tekintetek középpontjában, az éppen fertőzött szalakkal a tájatokon. Az utcán sétálva, 20 vonaton ülve óvatatlanul is minden tekintet a viselő életében. Majd a szalagra, hogy mely iskola diákja. Először elmosolyodik, mert felidéződnek saját emlékei, a próbák hangulata, ahogy áll a félkörben, az osztályműsor, majd a buli. És az emlékek átadata hirtelen együttérzésbe csapák, hogy ez csak az első lépcsője valaminek. A végzős év egy állomása, mert minden most kezdődik el. A mai napra készülve óhatatlanul én is elmelegtem. Eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt mindig csak elsomantam órára menet a nyitott 39-es teremajtó előtt. Akaratlanul is, bebelesve, és mindig hasonló képet láttam. Csendesen ülő diákokat, időnként harsány hangokkal a háttérben. Kicsivel több mint egy éve Szigeti tanárnő örömteli és boldog hosszasabb távol léte miatt igent mondtam arra, hogy elkísértek titeket az érettségére. Nagy hitelenséggel ott álltam a teremajtótok előtt, én már osztályfőnökként, tele kérdésekkel, és most már bevallhatom a kocska félelemmel is. Nagy levegő, és vágjunk bele. Beléptem azon az új világot képviselő ajtón. De ezzel a lendülettel be is zárult az ajtó, és hirtelen a folyosói sétáimat a meetingek megnyomása váltotta fel. Online térbe költöztünk, annak minden nehézségével és szépségével egy hónap ismerettség után. Küzdelem? Dehogy. Míg a világtánc lépéseket tanult, nálunk jöttek a kérdőívek, beszélgetések, közös sütésítések, amolyan influencer módon, és szép lassan mindenkit megismertem. Na nem arcról, avatárról és hangról. Anna lelkesedését, Gabi jókedélyiségét, Rami és Kinga meg lesz az tanárnő szövetségét, Petra segítőkészségét és osztálypénztárosi precizitását, Dorka és Eszti vidám mosolyait, táncos lábait, Vanessa és Emőke örök barátságát, Liza Enikő csendes, de minden tudó személyiségét, Claudia kitartását, szorgalmát, Dóri Zsófi zenítségét, Aletta, tanárnő lehet egy kérdésem kíváncsiságát, Gábor precizitását, eleganciáját, Tomi álmosan mosolygós és azonnal segítő lovagiasságát, Reni és Regina buli kínálti szeretetét, valamint a Kornia Patrik elválaszthatatlan város udvariasságát, zsiványságát és véleménymondásait. Az iskolába visszatérve sem volt kérdés, hogy jól döntöttem. Nem csak szüleitek, én is büszke vagyok rátok. Büszke, mert összetartó közösség vagytok, segítitek egymást. Figyeltek a másikra. Nem hallani rossz szót rólatok a tanáriban, sőt, csak azt, hogy jó közösség élménybe menni hozzátok órára. Öröm látni a választott szakma szeretetét, a vidámságot a gyakorlatokon, a közös kirándulások iránti lelkesedést is, beleértve a tanárnő már nem bír húzókszobor és épületinformációt befogadni. A kíváncsiságot, érdeklődést, bár itt megjegyezném, hogy nem a felhajtó erő vagy a forgástestek térfogata második világháború iránt, hanem a Clash, TikTok trend, vagy épp egy népszerű sorozat része iránt. A barátságokon túl családokká szövődtetek, amit nem csak a közös Netflix előfizetés tart össze, hanem a titkos Justin csoport is. A lehetőségek megragadása, a közös élmények szerzése, a kiállítás nézése, közös pizzázások, randevúk, ruhapróbák, állatkert, vagy éppen egy kerti parti.
Élmény hegyek lettek a szemlentétben, és még most jön a java. Az első fénypont, amikor a megszokott iskolai öltözetet a báli hercegnő világa váltja fel. Mert minden most kezdődik el. Soraimat zárva, ahogy mi mondjuk pof. Barátom, ez nem volt álló. Minden dal igazat szólt. És ha később valaki kérdez, hát ne felejtsd el azt, ami volt. Emlékezz, mennyi harcot láttunk, mennyi úton jártunk, nem is volt oldék. Emlékezz, frissen zúgtak az évek, ó, aztán véget értek. Most azt kérded, mi jöhet mi? Thank you.
barátok, akik csak felvételről nézhetik vissza az ünnepét, kedves kollégáim, és elsősorban drága kis osztályom. Kis osztályom, mert a harmadikak vagytok két szempontból is. Egyrészt, mert sorban a harmadik, másrészt, mert két saját gyermekem mellett egy olyan napi felelősséget jelentő vállalás, mintha az embernek lenne legalább még egy gyermeke. A rágondolás, az együttérzés nem szűnik meg a munkaidő lejártával. Átgondolkodott éjszakai órák, hétvégi beszélgetések, megérzések fűzik szorosabbá a kapcsolatunkat. Felidézem az első napunkat. Noel egyetlen fiúként és 25 lányunk. Megkértük sütőtanárulat, hogy fotózzon le minket. Ott ültök még mind fehérben, fekete aljban. Azt hiszem, csak most és akkor fordult elő, hogy mindenki alkalomhoz élve jelent. Ha valaki, nem én, hanem egy másik kolléga, bemegy a 12. osztályba, azt tapasztalja, hogy megállt az idő. Ez az osztály épp oly némán ül, mint egy 9. szeptember 1-én. Nem kérdez, nem szöszöl. A póker arcokról érzelmeket, érdeklődést, de még csak unalmat sem, leolvasni nem lehet. Azt gondolná az ember, hogy a nehéz csapat az, ahol a diákokat a neonról kell leszedni és válogatott fenyegetésekkel kordában tartani. Korán sem. Minden kezdő tanár rémálma, amikor nincs visszajelzés. Csak ülnek hátradőlve, csak néznek, csak nem szólnak sem. Ha kérdést intéznek az osztály egészéhez, akkor sem. Olyan, mintha tejkönyvben tapogatózna az ember. 10 perc után már az motoszkál szegény tanár fejében, hogy valahol kandint kamera van elrejtve, mert hogy ez csak valami vicc lehet. Így 22 ember csak szánt szándékkal cselekedhet. Eleinte meglepődve hallgattam ezeket a tanári véleményeket, mert az osztályfőnöki órákon, mintha olyan normális diákok viselkedtek, és a szaktanárok is megnyugtató véleménnyel voltak a kisebb csapatokról. Mondjuk, Csincsi Arnold tanár úr, a festőszakosok tanára megkeresett a következő szavakkal. Te, Szilvi, én ezt már nem bírom. Nincs itt a Berni, és eltett 3 óra úgy, hogy nem szólalt meg senki. Te kellett jönnöm már egy kicsit. Zárójelben jegyzem meg, ha Berni itt van, akkor pedig azért kell feljönni a tanár úrnak, mert vágyik egy kis csendre. Felidéznék néhány emlékezetes pillanatot abból a kevés időből, ami megadatott nekünk, hogy együtt tölthessük. Számomra az első komoly egymásra találásunk a 9. budapesti múzeum látogatás volt. Üdítő tapasztalat volt számomra, hogy 1. nem veszett el senki, 2. senki nem veszett el semmiért, 3. senki sem sérült meg, még bólingozás közben sem. És hogy a vonaton mi történt? Csend volt. Mindenki olvasott, vagy rajzolt. Láttam a többi utas, a kalauz csodálkozó tekintetét, hogy nem tudják hova tenni a látottakat. Kék, zöld, sárga hajú fiatalok, olyan ruhákban, amilyenekben, úgy viselkednek, mint a normális emberek. Hát, mit lehessen tenni, ilyen is van, üzentem vissza a tekintetemmel. Aztán jött a pecske avató. Már itt kibontakozott, hogy úgy tudunk együttműködni, ahogy kevesen. Megbeszéltük, hogy minden elhangzó ötlet, a nem megvalósuló is, épp annyira része lesz a végső produktumnak, mint az a pár darab, amelyik végül felmaradnak a rostán, hisz az első elhangzó gondolatok inspirálják a következőket. Élmény volt látni, hogy elképzelés elképzelésre épülve kialakult végső műsorunk, amellyel el is nyertük a következő évi pecskeavatás jogát. Itt egy év folyammal később, ismét ezt az együttgondolkodási módot alkalmazva, következő felejthetetlen pillanatokkal ajándékoztuk meg a jelenlevőket. Telefonbegyárkodás során Farkas Szilárd tanár úr álvásárlóként szerette volna megvásárolni Kun József tanár úr meg nem hirdetett hűtőjét. Kun tanár úr pedig már azon volt, hogy csinál egy jó vásárt, és bár korábban nem tervezte, eladja saját hűtőjét, ha ennyire akarja az élet. Gál Ildikó tanárnőnek Farkas Nóra tanárnőt kellett felhívnia, hogy beteg macskájához, mint állatorvostól segítséget kapjon.
Nóra tanárnő már csak nem orvoshoz is vitte volna a nem létező beteg állatot, csak hogy segítsen a kétségbe esett hívónak. Fehér István tanár úr pedig Baba Jóka tanárnőnál próbálta elérni, hogy mint pizzafutár szállítsa már ki a rendelést. Sok nevetéssel együtt töltött időszak volt ez, akárcsak a diáknak, ahol a hagyma könnyesen csípte a lányok szemét, és ahol a bográcsban készült milánói makaronikkal és a vége láthatatlan idő alatt szabad tűz fölött sült palacsintánkkal elnyertük a zsűri külön díját. Igaz, nem gondolom, hogy valaha még próbálkoznának a fiatalok a szabad tűzi palacsinta sütéssel mai rohanó világunkban. Lehet, kár volt ajánlanom nekik. Utólag látom csak, hisz akkor még nem tudhattuk, hogy utazások, pályázatok fognak meghiúsulni a pandémia miatt, hogy mennyire nagyon jó döntés volt már 9-ben két napos kirándulásra mennünk. Nem tudom, létezik-e hazánkban még egy olyan osztály, aki annyit futott egy kiránduláson, mint mi, és többször nem is jó irányba. Hogy ki volt ezért a felelős, a mai napig csak sejtéseim vannak, hogy talán én lehettem. Minden esetre a tény, hogy végül mindenki eljutott arra a programra, ahol szeretett volna önmagáért beszélni. Felejthetetlenek a karácsonyok. Azt hiszem, mindig fel fogom tudni idézni, ahogy ülünk körben. Gyertyák, mécsesek a földön, középen a szép kerámia mécses tartó, amely annyira szép hangulatot varázsol, és jön Csilla. Hogy nem késve, leül, épp amikor pont rákerül a sor, és mondja, hogy hát ő csak egy sort írt, és még az ajándékat sem tudta becsomagolni. A pillanatra egész lénye eltűnik táskájában, matad, és egyenként előhúzogatja az ajándék darabjait. S feledhetetlen Noncsi kacagása, amiért már önmagában megéri bejönni a suliba. Barbie flegma tekintete, Eszéberén Nóri csendessége, ellepen Bernivel. Lex tekintetét elfedő haja, sosem tudjuk most az arcát látjuk, vagy sem. Bió precízsége, pontossága. Horváth Brigi, aki ahogy könyvébe mélyedve olvas. Dorina és Laki Brigi, ahogy jönnek, hogy tanárnő, akkor ez hogy lesz? Dejra, aki bármire kérek, a válasz mindig az, jó, rendben tanárnő. Dorci lényegrátó megállapításai, valamelyekre én mindig azt kell mondjam, de jó Dorci, hogy mondod, mert eszembe sem jutott. Libi újabb ötleteivel, hogy lehetne esetleg. Lizus csendes mosolyával, Aminal beleegyező bólogatásaival és kutyájával Losonccal, és ugyanígy Csillus Arthurral. Kovács Nóri mindenütt támogatásával, erőbedobásával a siker érdekében, Jászmin csillogó szemekkel elmondott ötleteivel, Kitti vállalkozó szellemével, Vivi mindig racionális, megfigyeléseket alapuló tiszta véleményével, Réka pazar szervezőkészségével, informáltságával és tetrekészségével, s végül Noel, akiről mint egyetlen fiunkról 9-ben szeretném kis történetet elmesélni. 25 lányjal akkor még, minden tanár tudja, nem feltétlenül könnyű, és nem tudhatjuk, milyen élethelyzetek adódnak majd. A korábbi tapasztalat sejtetik, hogy bonyolultak. Megkértem az akkor 14 éves Noelt, aki ott ült szürke öltönyében, jól oldalra késült hajával, hogy legyen segítségemre a következő években. Amikor olyan alkalom adódik, hogy a 25 lányom olyan lányos, nőies módon esetleg elvész a részletekbe, elbeszél egymás mellett, s nehéz az indulatokat keretek közt tartani, akkor legyen számomra ő egy biztos pont, egy külső viszonyítási alap. Ha azt érzékeli, hogy türelmet vesztem, és folyok bele valami olyasmibe, amit nem kéne, akkor az ő tekintete, testtartása azt tükrözze vissza számomra, hogy tanárnő, engedje el. Noel kicsit hátradőlt, határozottan rám nézett, és annyit mondott. Meg lesz tanárnő. És én csak álmodtam, hogy ez a 14 éves fiú ezt úgy mondta, hogy tudta, mit várok tőle, és hogy ő maradéktalanul fogja tudni ezt számomra biztosítani.
Kár volt kérnem, mert arról támogató tekintetért forduljak Noelhez, egyszer sem került sor. Vannak még csodák. És hogy miért sikerült nekünk ez így? Két okot fedeztünk fel a gyerekekkel. Az egyik egymás elfogadása, a másik pedig az, hogy egymás társasága jelenti számunkra a legnagyobb örömet. Egy-egy program kapcsán nem voltak elvárásaink. Igen, jó volt a lézerharc, a macskás kávézó, az éjszakai pizzázás, a szabadulószobák, a betörkei fürdőzés, de épp annyira jó volt együtt szenvedni 40 fokban a busz megállóban, fáradtan, lihegve, lepésen buszok után várakozva. Mert együtt voltunk. És itt jegyezném meg szüleitek szerepét. Ahogy jó volt veletek közösen gondolkodni, épp így történt ez a szülői értekezleteken is. Az első találkozásról kezdve közösen dolgoztunk értetek. Nagyon sok személyes beszélgetés, együtt gondolkodás, nehézségek okainak a feltárását tudtuk magunk mögött. Ugyan egyértelműnek kéne lenni, hogy a szülő támasz a gyermekének, ám tudjuk, az élet sajnos nem mindig ezt a forgatókönyvet kínálja tálcán. Szerencsére ez a ti esetekben megadatott. Érezhető, hogy mindannyiatok életének része egymás meghallgatása, a másik véleményének, érzelmének figyelembevétele, a közösségi gondolkodás, és ezt otthonról hozzuk. Én is köszönöm szüleiteknek a támogatásukat. Kisosztályom és szüleik történetével azt szeretném üzenni minden jelen és távol lévőnek, hogy az életünkben ugyan nagyon sok fontos dolog van, ám a legfontosabb mégis az, hogy figyeljünk egymásra, szeressünk és legyünk szeretve.
Atyának, hogy a műsor végén egy közös évfolyam táncát adtak meg bennünket. A tánc betanításában oroszlán részt vállalt Jónás Anna Bella és Kodor Alexandra. Hamarosan a végzős osztályok által készített kisfilmek bemutatása következik. Az egyes osztályok videói a következő tanulók ötletei és munkája alapján készültek. A 12. osztály videóját a gyakorlatilag a 11. tanuló készítette. A 12. videóosztály kisfilmjét az osztály tanulója Bella Violetta állította össze. Narrálta Takács Noel. Köszönjük a mozgókép és animáció készítő szakos tanulóinknak, hogy szaktudásukkal segítették az osztályok videóinak elkészítését. A fotográfus tanulóknak pedig, hogy közreműködnek az ünnepség megörökítésében. A 17. osztály pedig művét szerepszolgált pánztanár koreografálta. A 16. osztály koreografáját Köde Bence állította össze. A 12. osztály Bécsi és angol pedig művét betanított a Gyere és Zsanna pánztanár. A 12. A osztálytanulók is a diákpásztának készítettek el. Végre az est szép befejezéseként a végzősök felkérik szüleiket egy pásztra. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!